Közismert tény, hogy az anyagok részecskékből állnak, más néven részecske természetűek. Már az ókori görögök is ismerték ezt a tényt, köztük Démokritosz nevű tudós, aki elsőként állította fel atomelméletét. De vajon honnan tudhatjuk, hogy az anyagok valójában részecskékből tevődnek össze, hiszen ezek a részecskék olyan parányak, hogy szabad szemmel láthatatlanok. Honnan tudhatták már a régi görögök azt, hogy valójában parányi részecskékből tevődnek össze az anyagok? Ez a kísérlet egy olyan közismert tapasztalatot fog nekünk bemutatni, amely az anyagok részecske természetét igazolja. A kísérletet desztillált vízzel, illetve etilalkohollal fogjuk végezni. Ebből a két folyadékból azonos térfogatokat, például 50-50 köbcentimétert fogunk rakni egy-egy mérőhengerbe. Ezek a mérőhengerek pont 50 köbcentiméteresek, ezért, hogyha legfelső jelig töltjük a folyadékokat, az azt jelenti, hogy éppen 50 köbcentimétert vettünk mind a kettőből. Megpróbáljuk pontosan jelig tölteni a folyadékot. Ezek után veszünk egy nagyobb mérőhengert, egy 100 köbcentiméteres mérőhengert. Kérdés az, hogy ha összekeverjük ezt a két folyadékot a nagyobb mérőhengerbe, akkor vajon mekkora térfogatú folyadékot kapunk. Szerintem az az ember, aki még soha nem látta ezt a kísérletet, bizonyára azt tippeli, hogy 50 köbcentiméter, illetve 50 köbcentiméter folyadék összekeverésével nyilván 100 köbcentiméternyi folyadék elegyet kapunk. Lássuk, hogy mi lesz az eredmény. Hogy minél homogénebb elegyet kapjunk, egy üvegpálca segítségével össze is keverjük a folyadékokat. Megpróbálunk veszteségmentesen dolgozni, tehát a folyadék eredetnek minden cseppjét visszajuttatni a mérőhengerbe. És ezek után a beosztásról leolvashatjuk az így kapott folyadékelejnek a térfogatát. Szemmel láthatóan 100 köbcentiméternél jóval kevesebb a kapott folyadékelejnek a térfogata. Ugye ebből a kísérletből kiderül, hogy a térfogatok azok nem összeadódó mennyiségek, vagyis hát tudományosan kifejezve nem additív mennyiségek. Tehát a két eredeti folyadék térfogatát összeadva nem kapom meg a kapott folyadékelejnek a térfogatát. Itt a kontrakciónak a jelenségét figyelhetjük meg, a kontrakció magyarul összehúzódást jelent. Ez azt jelenti, hogy a keletkező folyadékelejnek a térfogata kisebb, mint a két komponens eredeti térfogatának az összege.
100 köbcentimétert kellett volna kapnunk, ha a térfogatok összeadhatóak lennének, ennek ellenére 100-nál kisebb, 100 köbcentiméternél kisebb a kapott folyadék elegnek a térfogata. Mivel magyarázhatjuk ezt a jelenséget? Természetesen az anyagoknak a részecske természetével. A víz és az alkohol két különböző anyag, különböző részecskékből áll. Elkészítettük a víz molekulának, illetve az alkohol molekulának a méretarányos modelljét. Itt látható a víz molekula, képlete H2O, illetve az etilalkoholnak a molekulája képlete CH3CH2OH. A méretviszonyokat szépen mutatja a modell, a víz molekulák jóval kisebbek, mint az etilalkohol molekulák. Ezt a kétféle molekulát kétféle különböző szemes termékkel fogjuk szemléltetni. Ebben az üvegben mustármagok találhatók, kisméretű mustármagok. Ezekkel fogjuk szemléltetni a kisebb méretű vízmolekulákat. A másik üvegben kukoricaszemek vannak. Ezekkel fogjuk szemléltetni a nagyobb méretű etilalkohol molekulákat. Mi történt a kísérlet során, amit az előbb végeztünk el? Az egyik mérőhengerbe 50 köbcentiméter vizet töltöttünk. Ennek a kis tölcsérnek a segítségével most megpróbáljuk mustármagokkal megtölteni a mérőhengert. 50 köbcentiméter mustármagot töltünk bele. Pontosabban 100 köbcentiméter mustármagot töltünk bele, ezek már nagyobb mérőhengerek. A másik mérőhengerbe pedig 100 köbcentiméternyi kukoricaszemet helyezünk. Kicsit sok lett, úgyhogy visszaöntünk belőle. Jó, körülbelül megvan. Még egyszer, tehát a mustármag jelképezi a kisméretű vízmolekulákat, a kukorica szemek pedig a nagyobb méretű alkohol molekulákat. És lássuk, mi történik, hogyha ezt a kétféle terményt összekeverjük egy nagyobb méretű mérőhengerben. Hogy a szemek valójában jól összekeveredjenek, ezért nem külön-külön egymás után töltjük bele a mérőhengerbe, hanem egyszerre próbáljuk meg őket belecsurgatni. Így a kukorica szemek viszonylag jól elkeverednek a mustármagokkal. Hát még ha nem is sikerült teljesen egyenletesen elkeverni, azért megpróbáljuk az összes mustármagot belehelyezni. Némi elektrosztatika. Mustármagok menet közben elektromosan töltötté váltak, és így megtapadnak az üveghengernek a falán. Óvatos mozdulatokkal megpróbáljuk őket leszedegetni. Egy-kettő lehet, hogy fönn marad. És ezek után leolvassuk az így kapott keveréknek a térfogatát a beosztásról.
nem tudom, hogy mennyire lehet látni, itt van a 200-as beosztás, ahol a mutató ujjamat tartom, ez itt a 190-es beosztás. Itt szabad szemmel is megfigyelhető, hogy a kapott keveréknek a térfogata valamivel kisebb, mint 190 köbcentiméter. Ez ugye azt jelenti, hogy 100 köbcentiméter mustármagot, illetve 100 köbcentiméter kukoricaszemet összekeverve, kevesebb, mint 200 köbcentiméter keveréket kaptunk. Ez nyilván azzal magyarázható, hogy a nagyobb méretű kukoricaszemek közötti hézagokba a mustármagok egy része belefolyik, ott elhelyezkedik, ilyen módon az ösztérfogat egy kicsikét összeesik, ezáltal a várt 200 köbcentiméternél valamivel kisebb térfogatot kaptunk. Ha az anyagok nem részecskékből tevődnének össze, hanem folytonosak lennének, akkor természetesen két folyadékot összekeverve a térfogataik összeadódnának, de így, hogy részecskékből állnak, a nagyobb méretű részecskék közötti hézagokba a kisebb méretű részecskék beleférnek, és ilyen módon a térfogat összeesik. Ezáltal bebizonyítottuk, hogy az anyagok valójában részecskékből állnak.